Sportos diákok tornáznak, erősítenek a vadonatúj Kondi Parkban, mely az iskola udvarán kapott helyet. Ez is a projektből valósult meg, csak úgy, mint ez a babaháznak elnevezett szabadtéri terem, mely kiszolgál sportos célokat is, de legfőképpen majd az alsó tagozatosok óráinak ad helyet, illetve a délutáni foglalkozásokhoz lesz kiváló. Most ez az 51,5 millió forint, ez megint csak hozzájárul ahhoz, hogy valóban egy olyan intézményünk legyen, amelyikre büszkék lehetünk minden tekintetben, tehát nem csak a pedagógusainkra, nem csak a hagyományainkra, a kiváló szakmai munkára, hanem valóban arra a technikai környezetre is, ami itt a 21. században azért nagyon fontos. A projekt záró keretében a tankerületi igazgató ismertette az eredményeket. 11 intézménnyel indultak ezen a pályázaton, ebből 5 iskola nyert el támogatást, ez közel 300 millió forintot jelent összességében. Térségünkben a sümegi iskolán kívül a csabrendeki és a dabronci intézmény újult meg. Iskolánként 55-60 millió forintot tudtunk fejlesztésre fordítani. Itt kimondottan nem építési engedélyköteles beruházásokat lehetett megvalósítani, tehát az iskolai terek, folyosók, tornatermek, öltözők, tantermek ajzatait és egyéb kültéri eszközöket tudtunk megvalósítani ebből. Nyilván a előkészítés során mindegyik iskolával egyeztettünk, hogy mi az, amit elsősorban szeretnének felújítani, megcsinálni ebből. És hát nyilván ez egy fejlesztés, tehát ennek nincs vége. Most valamit meg tudtunk oldani. Nagyon örülök annak, hogy a sümegi járásban az 5 intézményünk közül 3 iskola is részesült ebből a támogatásból, és a kivitelezésre bonyolult cég szintén sümegi kötődésű. Bebesi Józsefné intézményvezető köszönetét fejezte ki a megvalósítás során együttműködő partnereknek, hangsúlyozta a felújítások jelentőségét. Számos eszközzel is gazdagodtak. A beruházás 3 nagy területet érint a Ramazetter iskola esetében, tehát egyrészt azok a karbantartási, állagmegóvási területek tartoznak ide, mint a vizes blokkok felújítása, ami egy nagyon-nagyon jelentős és fontos előrelépés a korszerűsítés tekintetében, illetve voltak új, jól nem megvalósuló beruházások, tehát amit a gyerekek örömmel birtokba vettek, a Kondi Park, a babaháznak emlegetett szabadtéri tantermünk. Most jelenleg azért a tornatermet mondom, mert éppen a pingpongasztalokat állítottuk ott föl, és érdemes látni, ahogy a gyerekek kicsengetéskor birtokba veszik, és szinte versengnek, hogy kiállhasson oda a pingpongasztalhoz. Tehát nyilván ez egy több funkciós terem lesz nekünk, illetve a harmadik területe az eszközök bővülése. Tehát ott is kiemeltem, hogy csak egy számadatot mondjak, hogy közel 300 labda, vadonatúj labda érkezett, különböző labdatípusok, amit használni tudunk, de teljes egészében megújultak a tornazsámolyaink, a tornapadjaink, tehát most a gyerekek már balesetmentes eszközökön sportolhatnak. 33 iskola épület tartozik a tankerülethez, ezek különböző infrastruktúrális körülmények között működnek. Saját forrásaik szűkösek ahhoz, hogy nagyobb beruházásokat tudjanak megvalósítani, így különösen fontos szerepe van a pályázati forrásoknak.